Úgy tudjuk, ebben a házban lakik a nő, akinek a volt férje lövöldözni kezdett az utcán. A férfi a közös gyerekeiket jött meglátogatni, amikor az utcán szóváltásba keveredett korábbi feleségével. A nő segítségére a barátai siettek. Ekkor vette elő a volt férje az engedély nélkül tartott pisztolyt, amivel két lövést adott le. A férfit ugyanitt az utcában fogták el a rendőrök. A kihallgatás után azonnal meg is gyanúsították felfegyverkezve elkövetett garázdasággal és súlyos testi sértés kísérletével, valamint az engedély nélkül magával vitt fegyverért is felelnie kellett volna. Csak hogy később a rendőrök újra kihallgatták őt és a bántalmazott nőt, valamint a segítségére siető tanukat is. Ezek eredményeként pedig a korábbiaknál sokkal súlyosabb bűncselekményekkel sikerült a lövöldöző férfit meggyanúsítani. A feleségét ugye a cselekmény helyszínén elkezdte rángatni, és nem engedte őt vissza a házba. Ennek hatására a férfi gyanúsítottként hallgatták ki felfegyverkezve elkövetett személyi szabadság megsértése büntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt, valamint kapcsolati erőszakvétség elkövetése miatt. A rendőrök végül indítványozták, hogy a férfi a lehető legszigorúbb kényszerintézkedést, vagyis letartóztatást kapjon. Melyet a mai napon a bíróság el is fogadott, és a férfit 30 napra letartóztatásba helyezte. A férfivel szemben továbbá egyéb intézkedéseket is foganatosítottak. Ezek közül az egyik az, hogy vele szemben megelőző távoltartás intézményét rendelte el a bíróság. Ha a rendőrök nem gyanúsítják meg a súlyosabb bűncselekménnyel a férfit, és nem kezdeményezik a letartóztatását, akkor akár olyan tragédia is történhetett volna, mint nem régen Győrben, ahol egy korábban a saját feleségét egy kalapáccsal bántalmazó családapa megölte két gyermeküket a harmadik szeme láttára, mielőtt magával is végzett volna.